hogyha fehérje szegény kenyeret süt, akkor ugye több húsárút tud mellé enni. 175 féle különböző betegségcsoportokhoz igazított recept közül válogathattak a táplálkozási sarokban a látogatók. Az egészségfejlesztési iroda munkatársainál vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésért álltak sorban. 70 éves elmúltam, és az egészség megőrzése érdekében muszáj az embernek ezt megcsinálni. Különben előtte meg beteg voltam, és muszáj kontrollra járni. Vércukor, vérnyomás, meg a koleszterin, de nem tudom, koleszterint mér nekem. Hogy ezek a dolgok, ami nekem magasak. Vérnyomásra szedek gyógyszert, úgyhogy meg hát a cukrom és koleszterin, minden magasabb, mint ahogy kéne. A rendezvény a kórház fennállásának 175. évfordulóját ünneplő jubileumi programsorozat része. Ezért az eseményen többször is visszaköszönt ez a szám. Az intézmény munkatársai a 175 kalóriás Szent Rafael süteménnyel kedveskedtek a vendégeknek. 17,5 percig fog tartani a gyógytorna, ami tulajdonképpen azért jött létre, mert ez az ülő életmód, ami jellemző a lakosokra, ez tartási rendellenességet eredményezhet, úgyhogy szeretnének a gyógytornászaim megtanítani olyan gyakorlatokat, amit otthon is tudnak majd a lakosok végezni. 17,5 perces relaxációs tréning is lesz, ez pedig a pszichológusunk segítségével. Az évfordulóhoz kapcsolódó rendezvényeket Zalaegerszeg önkormányzata támogatja. Erről a felek az évelején írtak alá együttműködési megállapodást. Ez is egy ilyen rendezvény, hiszen az egészség megőrzése azt szerintem minden egyes ember számára fontos. Mai rohanó világban egyre kevesebbet foglalkozunk az egészségünkkel, és azért jó ez, mivel termelői piacon vagyunk. Az itt elhangzottak a táplálkozási tanácsok mind segítenek abban, hogy utána az itt vásárlók megvásárolják itt a helyi termelőktől azokat a termékeket, akik egészségesek. Ilyen ingyenes szűrést legközelebb ősszel szervez a kórház. A programokról, eseményekről tájékozódni az intézmény közösségi oldalán és honlapján tudnak az érdeklődők.